Egy közúti baleset esetén a gyors és szakszerű segítségnyújtás életeket menthet. Szakértőnk bemutatja, hogy mik azok az alapvető feladatok, amelyek végrehajtásával a legnagyobb segítséget tudjuk nyújtani. Érdemes tehát felkészült és tudatos motorosnak lenni minden helyzetben. A motorozás szenvedély és életforma. Azonban ne felejtsük el, hogy a motorozás 18-szor veszélyesebb, mint a gépjárművezetés. A balesetek döntő többsége hibás közlekedési magatartásból vagy vezetéstechnikai hiányosságból adódik. Fontos, hogy várd a váratlant, legyél felkészült, hogyha egy motoros társad balesetet szenved. A motoros sérülése általában többszörös, hiszen összetett erőhatások érik. Leggyakoribb az eldőlés, borulás és az összeütközés. Baleset esetén biztosítanod kell a helyszínt, tegyed ki a vészvillogót, használj láthatósági mellényt, és telefonon hívd a 112-t. Ha sérült motor még jár, akkor azonnal állítsd le. Ha van rá lehetőséged, akkor a motort állítsd fel, nehogy a túlfolyón kifolyó üzemanyag begyulladjon. Akadályozd meg, hogy más is balesetet szenvedjen, értesítsd minél hamarabb a motorosokat és az autósokat, hogy lassítsanak, álljanak meg. Ez az ő és a te biztonságodat fogják szolgálni. A baleset során gyűjtsél információt, nézd meg a sérültet és kezd meg az ellátását. Használd a nullás szabályt, tehát vedd fel a gumikesztyűdet. A motorozásnál a leggyakoribb sérülések a kitámasztásos sérülések, a kéznél és a lábnál. Ezek a sérülések általában zúzódások, húzódások és törések. Ilyenkor a motorosnak nagy fájdalmai vannak. Keze, lába duzzat, kérd meg, hogy maradjon mozdulatlan, vedd le a ruházatát, a kesztyűjét vagy pedig a csizmáját. Ütközés során a motoros elválik a járművétől, és az ütközéskori sebességével halad tovább. Szerencsétlen esetben már a kezelőszervek, a szélvédő okozhatnak vágásos, zúzódásos sérüléseket a motorosnak a mellkasán, karján és az arcán. Ha sérülten vágást, vérzést tapasztalsz, akkor tegyél rá kötést, emeld a sérült végtagot a szívvonal fölé, ha a vérzés nem csillapodik, helyezzél még rá kötszert, ha továbbra is vérzik a sérült, akkor pedig keresd meg a nyomáspontokat és szorítsd. A fejnek akár extrém mértékű túl- és előrenyúlást kell elviselnie. Ezért fontos, hogy a motoros baleseteknél potenciálisan nyaki gerincsérültnek kell tekinteni a motorkerékpárt vezetőt. Bizonyos sebességhatárig a bukós isak képes csökkenteni a koponyasérüléseknek a súlyosságát. Azonban van olyan küszöbsebesség, amikor már a bukós isak sem ér sokat. Stabilizáld a sérültet, ha eszméleténél van, nyugtasd meg, kérd meg, hogy ne mozogjon. Takard be! A bukós isakot csak akkor vegyétek le ketten, ha biztos nincsen légzése, és meg kell kezdeni az újraélesztését. Legyél higgadt! Csak akkor tudsz hibázni, ha nem csinálsz semmit. Minden, ami kell, ott van a két kezedbe, hogy megmentsél egy életet. Fontos, hogy rendszeresen frissítsd az elsősegély ismeretedet, legyél tudatos motoros!